Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a Régió Plus televízióban. Egy újabb futszál mérkőzéssel jelentkezünk, és már is következnek a gödöllői főszereplők. Nézzük is, hogy kik játszanak majd ma. Ács Gábor, Bici Gábor, Szente Tamás, Vidák Balázs érkezik 89-essel, és Nagy Roland. Ők lesznek majd a kezdő csapat. A tartalék játékosok Hegedűs Ferenc, Baranyi Pál, Jakab Dávid, Jenei Otto, Pintér András és Lovrencsics Balázs. A csapat két játékos edzője, Baranyai Pál és Szente Tamás. Az ellenfél ebben a fordulóban az Aramis Ese együttese lesz. A mérkőzés játékvezetői Kovács Gábor és Mak László. A rájátszás 5. fordulójában járunk már, a gödöllői Bikák csapata eddig sajnos nyeretlen a rájátszás során, 4-ből 4 mérkőzést sajnos elveszített, ám itt a lehetőség a mai napon, hogy javítsanak, és ez azért is lenne fontos, mert az Aramis együttese közvetlenül a gödöllőiek előtt áll a tabellán, ráadásul csupán 2 ponttal, és egy esetleges gödöllői győzelemmel megelőznénk a vendégeinket. A vendégeknél kapuban Sikur Lajos kezd majd, Tóth Szabolcs, Németh Péter, Sámson Zoltán és Csopaki István összeállításban kezd az Aramis Ese. A gödöllőnél sajnos 2 meghatározó játékos is hiányzik, nincs itt a mai napon Ugi Márk, aki egy örömteli okból van távol, ugyanis tagja a strandfoci válogatottnak, akikkel jelenleg Iránban vendégszerepel a magyar válogatott. Szimcsák Tamás pedig munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott sajnos a mai mérkőzésen jelen lenni. Már is lezajlik a sorsolás, és hamarosan kezdetét veszi a mérkőzés. Az előző fordulóban a Győr vendégeként szerepelt a gödöllői csapat, ahol a tisztes helytállás volt a cél. Ez abszolút sikerült is, hiszen 4-1 arányban győzött a toronymagas favorit Rába Eto, ami a hazai 10-1-es vereség után mindenképpen javítás. A harmadik fordulóban, hogy haladjunk visszafelé az időben, a gödöllő a Berettyó Újfalu vendégeként lépett pályára, az ellen a Berettyó Újfalu ellen, akik még idén nem győzték le a Bikákat, ám ezúttal 4-2-re sikerült fölülmúlni csapatunkat, és otthon tartották a 3 pontot. A legutóbbi közvetítésünkkor a Szeged ellen játszott itt a gödöllő, ahol 5-3-as vereséget szenvedett, de erről a mérkőzésről majd egy kicsit később, részletesebben, ugyanis óvás alatt van, hogy miért, azt hamarosan elmondom önöknek. És az első fordulóban a rájátszásban a Haladás otthonában 6-4-es vereséget szenvedett a csapat. Ez tehát az utolsó mérkőzés az első körnek. A következő hazai mérkőzésre április 29-én hétfőn kerül sor, ahol a Szombathelyi Haladás együttesét fogadjuk majd. Most pedig nézzük, hogy ki fogja elvégezni a kezdő rúgást. A gödöllő nyerte a sorsolásnál a jogot arra, hogy elkezdje a mai találkozót. A vendégeknél is van egyébként hiányzó, mégpedig Dávid Rihárd, aki 5 sárga lapja miatt nem lehet itt a mai napon, és egy kis technikai idő, addig bejöttek az Aramis játékosok, és egy picit mozognak, hogy ne hűljenek ki, de ebben a pillanatban szól a sípszó, a játékvezető kéri vissza a labdát középre, és elkezdődhet a találkozó. Dávid Rihárd mellett Frank Péter is hiányzó az Aramisnál. Ő egy olyan apropóból, Vidák és Nagy Roli elkezdte a mérkőzést, Frank Péter egy gödöllő játékos, kölcsönben van az Aramisnál, azzal a kitétellel, hogy a gödöllői csapat ellen nem lép pályára. Na nézzük már is a mérkőzést, hogyan kezdjük. Szente tehát, középen kérdő Nagy Roli nem kapja, Baranyai, belelépnek a passzába, oldalról jöhet a gödöllő. Vidák. Kipattan a labda, oldalberúgás következik. Vidák
végzi el. Nagy Ruli, Baranyai, Szente. És jól jönnek el a vendégek, az első lövés vendég részről kapu mellé megy. Meg volt az első helyzet. Utána indul a labda, Szente. A kapuban Gábor helyett most látom, hogy Hegedűs Ferenc áll a gödöllői oldalon. Baranyai teszi hosszan, Szentével nem értették meg egymást. Jöhetnek a vendégek, Sikur Lajos hozhatja majd játékba a labdát. Tóth Szabolcs. Egy lövés, Németh Péter a vendégek csapatkapitánya próbálkozott messziről, eredménytelenül. Hegedűs teszi le Szentének. Szente keresztbe Vigán Baláshoz, emlékezhetnek rá a legutóbbi mérkőzésen. Kulcs játékos volt a góljával és a végén sajnos a hibájával. A mérkőzés egyik kulcs figurája volt, közben a labda majdnem betört a közvetítő fülkébe. Istennek erős az üveg. Vidák. Szente. Újra Szente. Baranyai mozdul el. Baranyai kapja. Éri tőle Vidák. Baranyai megtartja. Most teszi le. Vidáknak egy picit széles volt. Jöhet az Aramis. Járatja most az Aramis a labdát, megtartják. Németh, a csapatkapitány. Ez egy kis Sámson Zoltánnak itt hatossal, ő látható. Csopaki, jól tartja. Németh. Tóth Szabolcs. Sámsonhoz nem jut el, Baranyai táncoltatja a fején egy picit, majd az oldalvonalon kívülre rúgja. Németh keresztbe. Védekezik jól, úgy követte az emberét. Szente. Kell lehet, hogy most játékba avatkoznia, bele is lépett be a lövésbe. Szente. Megszerzi a labdát Nagy Rolival közösen. Baranyai. Baranyai. Sokadik passza rossz. Vidák. Ezt nem tudta elérni. Vidák rúgja ki, és szöglet. Az első szöglet tehát az Aramis oldaláról. Nem sikerült kapásból ellőnie Csopakinak. Hál' Istennek, mondom én. Vidák. Vidák szépen viszi el. Nagy Roli egy picit maga mögé kapja. Nem is tudja egyből visszatenni, visszavesszük. Kezdhetjük felépíteni az akciót. Szente Nagy Rulinak, keresztbe Baranyainak. Újra Szente. Egyelőre komolyabb gödöllői helyzet nélkül zajlik a találkozó. Picit több mint 3 perc telt el. Baranyai. Szente. Vidák, akár lőhetné is. Ehelyett eladja a labdát. Csopaki egy csellel megy el. Csopaki keresztbe, ott nem érkezett senki. És az első cserék érkezne. Bici és Lovrencsics. Pintér. És a túloldalon bent van Jenei Otto is. Jenei Otto azért érdekes, mert
Az első Aramis elleni mérkőzésen kétszer is betalált még az alapszakaszban a vendégek hálójába. Akkor ott 5 gólt szerzett a Gödöllői Bikák csapata, de ő az egyetlen, aki itt van, azok közül, akik ott gólt szereztek, és az első komolyabb akciót hálítjuk, de még mindig ott van a labda, el kellene rugni, és most köt ki Hegedűs kezében. Remek támadás volt, szépen zártunk a legvégén vissza, előtte pedig egy kis védelmi hiba történt. De hál' Istennek megúsztuk gól nélkül. Egy lövés, Da Silva követte el, és harsan a sípszó. Nem tudom, hogy mit jelentett ez a karjel. De megy tovább a játék, Pintér. Teljes sorscsere tehát a Gödöllőnél, és a vendégeknél is, ha jól látom. Pillanatra elveszítjük, de Hegedűs révén állunk a labda. Vici. Jenei. Nem tudott lefordulni, de egy szabad rúgást kiharcol Pintér. Ez talán a második. Igen, fel is kerül az eredményjelzőre. Vici kapja. Jenei. Ellen indul el, majd leteszi Bicini. Pintér üresen a túloldalon, meg is kapja. Jeneihez kerül vissza egyelőre. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem veszélyes az Aramis kapujára a Gödöllői Bikák együttese. Aramis sem különösebben, egyetlen helyzetet dolgoztak ki, abból sem lett gól. Da Silva, nézzük, ez veszélyes lehet, ott 9 méterre a kapunktól. Egy lövés, belelépünk Lovrencsicsről, kipattan a labda, de rúgás következik. 6 perc telt el a mérkőzésből, 0-0 az állás a rájátszás 5. fordulójában. Egyetlen szóldal berúgás. Lövésre teszik vissza. Korozmán Krisztián próbálkozott egy lövéssel, remekül mozdul ki a kapus, Sikur. És fejeli ki a lelátóra a labdát. Jenei következhet. Megismételteti a berúgást a játékvezető. Jenei a passzába belenyúlna. Egy jó indítás, de jól helyezkedett Hegedűs. Az Aramis. Frank Tamás érkezik. Aki egyébként a csapat edzője is, és a magyar válogatott, magyar futszál válogatott edzője is egyben. Természetesen nem ő, aki a pályán van, ugyanez a neve. Tehát, hogy félreérthető voltam, mert Frank Tamás a vendége edzője, és van egy ilyen nevű játékosuk is, sőt, egy Frank Péterük is van, aki ugye nem játszhat ellenünk, elmondtam, tőlünk van kölcsönben. Na nézzük, mit kezd a labdával Birinyi. Birinyi szépen keverget, egy lövésig is eljut, mellé megy. Egyelőre futszál mérkőzés. Egy pillanatra megálltam, kék jöhet, tehát a Gödöllőiek jöhetnek. A futszál mérkőzéshez képest kevés gól esik. Általában ilyenkor azért már valamelyik csapat eljut a gólszerzésig. Da Silva van középen. Nem kapta a labdát, kisodródott ott a túloldalon Frank. Nem tudta már bepasszolni. Korozmán. Frank.
próbálja ellőni, Bici lép bele a lövésébe, kipattan róla. A 0-0, hát az tulajdonképpen az Aramisnak jó, hiszen idegenben pontot rabol, és meg is tartja a helyét a bajnokságban, a tabellán a bizonyos dobogós helyezést, a harmadik helye. Gödöllő pedig nem tud előzni, és fölzárkózni sem tud. Szentén zavarja meg Frank, nagyon jó, Da Silva. Rozmán kéri, és kapja. Frank Tamás. Rozmán hozza be, szépen egy szögletet kiharcol, Bici helyezkedett jól. És cserél ismét a Gödöllő, Vidák érkezik vissza Pintér helyett. 8 perc játék után továbbra is gól nélküli döntetlen. Van ez egy szám mérkőzésen, csak nem tudom ismételni. Na nézzük, a vendégek mit hoznak ki ebből. Da Silva mozog oda, meg is kapja a labdát. Aztán szépen hátra hozza Frank, átkerül a jobb oldalra. Lefele, szerinte remekül helyezkedett. Lövésről, szóval sem lehet. Ezúttal sikerül, de a jobb lába a gyengébbik Franknak. Újabb cserék, Gödöllői oldalon érkezik vissza Baranyai és Nagy Roli. Míg a vendégek szögletet rúghatnak. 8 perc 23-nál. Nagy Roli rúgja föl a kosárpalánkra. Így a vendégek jöhetnek oldalberúgással, és náluk is érkeznek vissza a kezdő emberek, akik kipihenték magukat. Tóth Szabolcs, Csopa ki is a pályán. Hettessel Birini még mindig fönt van. A labda, Bini. Tóth. Birinyi viszi el jól. Birinyi kis híján betalált. Szépen kerülnek helyzetbe, talán már a harmadik, de minden esetre elkülönjelhetjük újabb gólhelyzetnek. Gödöllő oldalon pedig még nem jutottunk el idáig. Ezért a védekezése fordít nagyobb hangsúlyt a Bikák együttese. Na nézzük, Baranyai. Leteszi Vidáknak, Nagy Roli keresztbe, Vidák kérte, nem kapta. Szente passzába lépnek bele. Szente teszi Vidáknak. Kezdünk beszorulni. És el is adjuk a labdát. Német, a csapatkapitány fölteszi. Ott elcsúszik, hál' Istennek, Vidák. Vidák meglódulhat. Egy becsúszás. Ez meg is zavarja annyira, hogy kimegy a labda az oldalvonalon kívülre, és nem ért hozzá fehér mezes játékos. Ott pedig egy kis törlésre van szüksége, az iménti becsúszás nyomot hagyott a pályán, ami veszélyes lehet. Az Aramis esze egyébként az előző fordulóban, a negyedik fordulóban, a rájátszásban 11-4-es győzelmet alatott a szegedi futsal team ellenében hazai pályán, úgyhogy igencsak jó formában lehetnek. Előtte 9-2-re a haladás győzték le, tehát két nagy arányú győzelem az elmúlt két fordulóban.
A második fordulóból a Berettyó Újfalu elleni mérkőzésüket elhalasztották, az elsőben pedig a Rába Eto ütötte ki őket 8-1-re hazai pályán. Már az Arani szempontjából hazai pályán. Szentek. Vidák. A Gödöllő egyébként mindkét alapszakaszbeli találkozóját megnyerte az Aranisz ellen. Az elsőről már tettem említést, 5-2 lett a végeredmény, a második az Gödöllőn volt hazai pályán. 3-2-es hazai siker született. Most pedig 10 perc is eltelt ebből a félidőből, és továbbra is gól nélküli döntetlent jelenthetek be önöknek, akkor, amikor Nagy Roli veszíti el a labdát. Ami talán biztató, hogy 3 vendégszabálytalanságnál járunk, tehát ha még 2-t kiharcolunk, akkor esetleg utána büntetőkkel, vagy büntetővel meg lehetne szerezni a vezetést. De egyelőre nagyon sportszerű mérkőzést láthatunk. És nem túl nagy iramú találkozó eddig. Szentélyre vezetik rá. Dövőcsel Némettől. Visszateszi Sámsonnak. Sámson. Újra Német. Ezúttal Nagy Roli vele szembe. Nem dől be egyik biciklistjának sem. Csop, aki kéri a túloldalon, meg is kapja. Keresztbe. Német, bal lábán a labda. Nagy Roli lábai között átfér a játékszer és kisodródik az alaponalon túlra. Ez azt jelenti, hogy a harmadik árami szöglet következik. Hát nem tudom, kit látott Német a lelátón, lehet, hogy egy korábbi csapattársat, őt próbálta játékba hozni. Minden esetre ez nekünk kedvez, hiszen oldalról jöhetnek Vidákék. Egy keresztbe teszi Teketős Ferencnek. Szente, csak el ne veszítsük ott. Egy jó lövés Csopakitól. Azért annyira nem volt jó, hogy gólt érjen. Ez viszont egy szép ívelés volt Sikurtól. Visszaadta a kollégájának a labdát, a játékban lehessen azt hozni. Vidák, Nagy Roli. Nagy Roli szépen viszi el, Baranyai. Nagy Roli. Elveszítjük a labdát, de csak Szentéig kerül hátra, a Szente. A lövőcsel jó volt, a lövési nem jutott el, Szente ismét. Baranyai. Edző játszik össze ezúttal. Baranyai újra vissza Szentének. Nagy Roli kéri. Baranyai kapja. Nem kerülünk közelebb a kapujukhoz. Szente, Vidák. Sőt, már a saját térfelünkön vagyunk. Baranyai egy látványos, ám de jó passzal. És Német jöhet. Német teszik jódalra. És ott belevetődik Baranyai. Tóth Szabolcs lövésébe. Újabb Aramis lehetőséget láthattunk. Roli újra szögletre tisztáz. Németig kerül hátra a labda, de remekül hozzák, és ottal is. Egy gyenge, de jól helyezett lövés, Spárgára kényszerítette Hegedűst. Szente. Kis vitatkozás a játékvezetővel, és hát a sokadik vendégszöglet. Szente még mindig pöröl Sámsonnal. A játékvezető próbál rendet tenni, reméljük, hogy sikerül neki. Na nézzük az újabb szögletet. Német,
Német viszi el a bal lábán a labda, Német teszi be középre. És az első olyan jelenet, ami nem futszál mérkőzésre és nem sportmérkőzésre való. Baranyai ugrott egyből oda, Tóth Szabolcs kapott sárgát. Baranyainak pedig nem kellett ennél több. Heves vérmérsékletű játékosról van szó. Már eltiltása is volt idén. Reméljük, hogy tudja kontrollálni az érzelmeit. 13-21, ennyi telt el a mérkőzésből. És a negyedik vendégszabálytalanság. A következőt még nem, de az következőt már büntető rúgás követi majd. Lovrencsics. Levadázták a lábáról. Baranyai. Jenei a túloldalon, Pintér kapja meg. Pintér. Újra cseréltek a lőjek tehát. Friss emberek a pályán, Jenei, Pintér. Ott van Baranyai, most lehetne egy létszámfölényes szituációt kialakítani, de nem így. Pintér. Nem veszíti el, nagyon szépen csinálja, az most egy picit ott hosszú. Elveszítjük. És ott egy szabálytalanság, Baranyai, talán ez is sárga lesz. Baranyait nyugtatja meg a játékvezető, lehet, hogy előbb kellett volna cserélni, és megvan. Nem tudom, miért kijelzett az időmérő játékvezető. No, hát akkor a játékvezetők most elkönyvelik a szabálytalanságokat, a sárgalapokat, és folytatódhat a találkozó. Továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Ami azt jelenti, ez így marad, hogy az Aramis megőrzi a negyedik helyét, na a harmadik helyét 40 ponttal áll jelenleg, és 41 ponttal megőrizni a harmadik helyét, a Gödöllőnek pedig 39 pontja lenne, és tartaná a két pontos különbséget. Német a bal lábán a labda! Hegedűs verve volt! Hát egy jó 30 centit vétett csak Frank, hál' Istennek nem német volt. Na nézzük, 6 perc van hátra az első játékrészből. És most Német veszít labdát. Egy óriási lövés, Lovrencsics. Hát talán ezt nevezhetjük az első gödöllői helyzetnek, Da Silva. Hátra Franknak. Német, Da Silva, vissza a csapatkapitányhoz. Hetessel Virinyi. Középen. Hozzáállapba, Bici. Ez egy rossz próbálkozás volt. Frank teszi be Da Silvának. Micsoda helyzet volt. Hát ez is a sokadik. Egyelőre az első félidő játékképe alapján. Hát az Aramis közelebb áll a győzelemhez, mint mi. Így a döntetlen abszolút igazságosnak nevezhető. Da Silva. Frank cselezget. Ben Da Silva. Frank. Jól mozgott. Egy lövés lehet ebből talán. Az is le. Mellé zúg a labda. Korozmán Krisztián. Hibázott jó 3 métert. Pintér nem tudja átvenni, zavarta őt Korozmán. Frank Tamás. Volt kint, még mindig nincs kint, az viszont bent van! Óriási egyéni teljesítmény, Birinyi Balázs! Levitte az alapvonalig. Visszakészített, és Frank Tamás
15 perc, 32 másodperc elteltével megszerzi a vezetést az Aramisnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy a játék képe alapján teljesen megérdemeltem. A gödöllőjeknek rá kellene kapcsolni és egy picit több energiát fordítani a támadásba, támadásra. Da Silva! Csak nehogy most beleszaladjunk egy másodikba hirtelen. Lovrencsics helyezkedett jól. Kevesebb mint 5 perc a végéig, mondhatnám alig több mint 4 perc. Jó lenne kihúzni kapott gól nélkül, sőt esetleg nem lenne baj, hogyha szépítenénk a szünet előtt. Gyanítom, senki nem bánná gödöllői oldalon. És Frank Tamás lövésig egy nagyon szép akció lett volna ez is. Korozmánnak egy picit hosszú volt, pedig mindent megpróbált azért, hogy elérje a labdát. Jenei. Lovrencsics. Vidák Balázs, Bici. Jenei. Vissza Vidákhoz. Megint csak a gödöllői térfélen a labda. Jenei, Bici, át kellene mennünk a túloldalra. De nem engedi át a területet az Aramis. Nagyon szépen le támadnak már szinte egész pályán. Nagy Roli. Ájjájájájáj, most egy picit egymás hegyén hátán a gödöllőiek. Lovrencsics és Bici zavarták egymást, Da Silva veszi, szerzi meg a labdát. Na, csak kinyögöm, mire ellövi, hál' Istennek, mellé. Picit most fel kellene pörgetni a játékot. Mert ez a lassú, altatós tempó egyelőre a vendégeknek kedvez. Bici, Lovrencsics. Kettő szabálytalanságra vagyunk a büntetőtől, ez talán ebben az utolsó három percbe nem biztos, hogy belefér. Úgyhogy nem erre kellene játszanunk, hanem a górra. Szépen tisztáz Da Silva. Lovrencsics Bicinek, Bici tovább Vidákhoz. Lovrencsics, Bici, Vidák a labda útja. Nagy Roli, egy lövés, szöglet. Talán az első gödöllői, nem emlékszem, hogy lett volna, de megmondom őszintén, hogy nem könyveltem pontosan. Vidák teszi le a labdát. Különösebb formáció nem lett ebből, Nagy Roli! Hát tulajdonképpen passzolt. De nagyon jó helyre passzolt, hiszen ez azt jelenti, hogy egyenlít a csapat. Szépen átgurította a bal lábára, és egy nagyon hanyag mozdulattal bepasszolt a bal alsóba. A lehető legjobbkor. 2,5 perccel a vége előtt, tehát Nagy Roli a gólszerző. 17.30-nál 2 percig volt csak hátrányban a gödöllői Bikák együttese. És körülbelül ennyi van hátra a mérkőzés első játék idejéből. És lepattan Nagy Rolin, oldalról jöhet az Aramis. Ájj, ez nagyon kár. Nyilván nem volt szándékos, el akarta rúgni a labdát, csak a lehető legrosszabbkor Vidák Balázs lábát találta el. De ha jól hallottam, a síp csontvédőn csattant Sámson lába. Egy picit azért lefagyasztják Vidáknak. És ezzel megszületett az 5. vendégszabálytalanság is. Innentől kezdve büntető rúgáshoz jut a gödöllő, amennyiben szabálytalanságot követnek el ellenük. Pályán újra Baranyai, Vidák le is jön egy picit, pihenteti a lábát. Nagy Roli, Szente és Jenei. Jenei helyett visszajön Vidák. Szente, Nagy. Szente. Előről kezdi Baranyaival.
Nagy Roli. Újra Szente. Ezúttal most szépen tartjuk a labdát. De nem jutunk előre. Sőt, egészen Hegedűsig kerül hátra a labda. Hegedűs föl Nagy Rolihoz. Nagy Roli egy az egybe nem tudja megverni a védőjét. Szente. Baranyaihoz. Középen Nagy. Baranyai beközépre. Elcsorog Vidák lába alatt. Sámson. Egy perc van hátra a játékidőből, a rendes játékidőből, és hát itt milliméterre pontosan betartják a 20 percet, úgyhogy 50 másodperc maradt az első félidőből. Most már arra kellene figyelnünk, főleg, hogy a vendégeknél a labda, hogy ne kapjunk gólt, de úgy tűnik, hogy az Aramis nem nagyon forszírozza a támadást. Azért egy lövésig még megpróbálnának eljutni, de eladni a labdát semmiképp nem szeretnék. Nagy Roli vissza is szerzi, de csak másodpercekre kigurítja oldalra. Fél perc maradt hátra az első játékrészből. Frank Tamás és Nagy Roland góljaival egy-egyre áll a gödöllői Bikák Aramis Ese találkozó a futszal rájátszás 5. fordulójában. Német keresztbe Tóth Szabolcs. Tóth Szabolcs újra. Egy lövés, Nagy Roliról pattan le, Sámson kísérlete. Csopa ki van nálunk az ellenfélnél középen, ott a kapunk előtt próbál zavart kelteni. Szente semlegesíti, egy lövésig még eljutnak, Nagy Roli majdnem. Főszereplővé lép elő, hál' Istennek nem pattan be róla a saját kapunkba a labda. 8 másodperccel a vége előtt egy újabb vendégszöglet. Már csak ezt kellene kivédekezni. Időkérés. Úgy tűnik, hogy picit későn nyomta meg Frank Tamás. Nem Frank Tamás, de kicsit későn jelezte az időkérést. Egyelőre a játékvezetők tanácskoznak, vissza fogják állítani az órát, illetve nem biztos, hogy visszaállítják, de 8 másodperc lesz hátra a mérkőzésből. És Frank Tamás magyaráz a vendégeknél, aki a játékos Frank Tamás, de kezdek gyanakodni, hogy talán ő lehet az edző is, a játékos edző, hiszen az ő kezében a mágnes tábla. Úgyhogy akkor egyel kevesebb frank van a vendégeknél. Viszont gólból nem állnak jobban, mint mi. Egy-egyre áll a találkozó. 8 másodperc maradt az első félidőből. Megpróbál az Aramis csapata kifundálni egy figurát erre a szögletre. Aztán megnézzük, hogy ez bejön-e, avagy sem. Minden esetre Frank érkezik a pályára. És megpróbálja megmutatni azt, amit elmagyarázott korábban. Frank teszi le a labdát. Frank, megvan a mozgás. És majdnem sikerült is. Kimegy a labda, és talán... egy kis vita. 3 másodperc maradt. A játékvezető úgy döntött, hogy 3 másodpercről, mint a 3 másodperc van hátra, innen folytatódik a mérkőzés. Hát reméljük, hogy 3 másodperc alatt az egy komolyabb dolog nem történik. Minden esetre egy újabb szöglettel próbálkozhatunk. Szerintem maradt további 2. Nagyon jó, ebben a pillanatban vége, letelt a játékidő. Hát még jó, hogy mondtam, hogy milliméterre pontosan betartják a játékidőt.
Minden esetre 20 perc játék után 1-1-re áll a találkozó, és hamarosan innen folytatódik a mérkőzés. A második félidő 16. másodpercében járunk. Az Aramis hozhatja a labdát berúgással. 20 percnyi játék után 1-1-re áll a találkozó. A jelenleg harmadik és a jelenleg negyedik helyezett csapatok között a Gödöllő áll sajnos rosszabbul. Így ezt a mérkőzést mindenképp nyerni kéne, hogy megelőzzük ellenfelünket a tabellán. Nagy Roland volt eredményes Gödöllői oldalon, míg a vendégeknél a játékos edző Frank Tamás talált be. Csak sikerül elvégezni ezt a berúgást, nagyon precízek, akkurátusak voltak minden játékos, minden játékvezető. Na nézzük a játékot, Szente, Baranyai mozog vissza. Nagy Roli. Szépen tartja meg, nincsen szabálytalanság. Da Silva viszi el, Da Silva lő! Egy szép jelenet, egy szép védés, az első Aramis gólhelyzet. Nem kellett sokat várni, 48 másodpercet német rúgja be. Szentéről hál' Istennek remekül pattant ki. Oldalról következhetnek a vendégek. Német hozza a labdát. Aranyainak volt egy picit magas ez a labda, és vitatkozik is Gödüllyel. Gödöllői berúgás. Szente. Szente Vidák Balázsnak. Nagy Roland. Fölpasszolja Szentének, Szente átveszi, és Da Silva volt vele szemben szabálytalan. Így megvan az első rendi szabálytalanság. Sajnos nem folytatódnak, nem adódnak össze a félidőkben a szabálytalanságok. Így újra nulláról indulhatott mindkét csapat. Ez a vendégeknek volt jó, hiszen ők elérték már az ötöt az első játékrészben. Most tiszta lappal kezdhetik. Baranyai áll a labda mögött, Szente helyezkedik középen, Nagy Roland a kapu előtt, Vidák Balázs pedig az alapvonalnál. A vendégek pedig betömülve a saját hatosuk elé. A saját hatosukon belülre, a saját kapuk előtt, Szente, Nagy Roli, hát a figurának lőttek. Már hogyha volt egyáltalán megbeszélve valami, Nagy Roli kéri, bal oldalon nem kapja, a Baranyai. Marad nálunk a labda. Szente. Aja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 j
kellett volna, de el is csúszott, és még talán ő sérült meg annak ellenére, hogy ő volt szabálytalan, biztos nagyon fájt. Úgyhogy egy kis ápolási szünet következik majd. Ennek ellenére piros kártya van a játékvezető kezében, nem fog ennek örülni Tóth Szabolcs, amennyiben felépül. Kiállítja Tóth Szabolcsot. Így lehet is ápolni. Majd az oldalvonalon kívül folytatódhat talán a mérkőzés.
Szabolcs felépül, mehet az öltözőbe. És két cédulát osztott ki a játékvezető, amit nem is tudom, hogy miért tette mindezt. Mindenesetre ez egy érdekes jelenet volt. Elkért az időmérőtől két cédulát, és kiosztotta az egyiket egy födöllőinek, a másikat egy Áramész játékosnak. Tóth Szabolcs pedig most szembesül azzal, hogy neki bizony el kell hagyni a játékteret. Így ő már nem térhet vissza a mai mérkőzésen, Szente végezheti el a szabadrúgást. És ezzel már 1.32 elteltével kettő szabálytalanságnál járnak a vendégek, ami talán még a végén jól jöhet a Gödöllőnek. Na nézzük a mérkőzést, újra folytatódik tehát. Szente, Baranyai, vissza Szentének, Baranyai, nem tudja lőni, remekül védekeznek lábbal, jó. Vendégek. Baranyai Vidák fölemelte, nagyon szépen próbálta megcsinálni a helyzetet, remekül dolgozta ki a Gödöllő, de Sikur Lajos, a vendégek kapusa észnél volt. És hát ugye láthatják önök is, hogy három játékossal a vendégek. Ezt ki kellene használnunk. Nagyról is elhibázza, szépen csinálták pedig meg. Baranyai a második gólpaszt érő előkészítését követte el. Egyikből sem tudtak gólt elérni. Most meg kell, mondjam, nem vagyok tisztában teljesen pontosan a futszál szabályokkal. Egy gyanítom, nem a mérkőzés végéig lesznek hárman a vendégek. Hanem csak egy bizonyos ideig. De minden esetre most három mezőnyjátékossal az Áramész. Vidák. Szente. Újra Vidák. Szépen járatjuk a labdát. Nincs meg a helyzet. Lábbal szépen mozognak. Vidák. Szente. A Baranyai. Leteszi Nagy Rolinak. Vissza Baranyaihoz. Várjuk a megfelelő pillanatot, hogy mikor jön el az. Szente lövi el. Ezt is kivédekezték. Ez felspanolhatja ám rendesen a vendégcsapatot. Gödöllői oldalberúgás következik. Újra felállhatunk és újra kezdődhet a csiki-csuki. Istennek itt nincs olyan, hogy passzív játék, mint a kézilabdában, és még a fehér is dobhat. Rúghat, bocsánat. Vidák elvégezte, de nem ő a jogosult erre, hiszen hozzáért egy gödöllői lábhoz. Így a vendégek jöhetnek. Német. A lehető legtöbb időt kivár ilyenkor. A játékvezető most nem elvégezni. Felrúgják teljen az idő, és hát tudjanak fújni is egyet az Áramész játékosai. Hiszen azért 4-3 ellen nehéz védekezni. Most egészül ki az Áramész. És el is veszíti a labdát a Gödöllő. Hát, ha jól számoltam, 2 percig volt ember hátrányban a vendég együttes, és nem tudtuk kihasználni ezt. Ezért most azért nagy kár. Német kapja. Da Silvához teszi. Újra ők játszanak össze. Sámson a túloldalon, Tóth Szabolcsunk nincs már. Nem Sámson, csak a kettes láttam a hátán, de ott van egy négyes, és Korozmán van ott.
és 7-essel még Birinyi a pályán, tehát Birinyi, Korozmán, Da Silva és Németh. Marad a labda a vendégeknél. Németh viszi el, Szente lép bele. Vidákon pattan le. Ról. Baranyai. Baranyai passzába belelépnek, nem veszíti el. Most lehetne egy kis ember előnyös szituációt kialakítani. Vidák. Jó a csel, Vidák. Elakad a kapusban. Vidák második nagy helyzete a második félidőben és a mérkőzésen. Nincs kint a labda, ugyanígy kezdődött az első gól vendég részről. Ezúttal Korozmánt szerelni tudtuk, szöglet. Frank magyaráz az oldalvonalról, hogy hogyan kellene ezt a szögletet megcsinálni. Némethnek készítik elő, Németh ellövi! Hegedűsre kellett védenie. Újabb sarokrúgás. Németh. Birinyivel játszik össze. Da Silva. Németh viszi el, lövésre is jó lehet. Da Silva szépen lépte át Hegedűst, ez nem zavarta meg, hál' Istennek. De marad a labda a vendégeknél. Baranyait találta el ez a lövés. Visszafordul váratlanul Birinyi, de nem lepte meg Hegedűst. Hegedűs dobja előre Jenei Ottónak, aki újra a pályán. Da Silva. Keresztbe teszi Némethez. Ő nem tudja úgy bepasszolni a labdát, mint a mi nagy Rolling. Pintér. Pintér lábát elhúzzák. Történt szabálytalanság. Sárga lapot kap Pintér, amért színészkedett. Így szabálytalanság nincsen. Da Silva. Közben egy kis könyvelési szünet. A játékvezetők mindent beírnak nagyon pontosan. Da Silva végzi el, Frank Tamás újra a pályán. Kapja vissza Da Silva. Da Silva hogy vette át? Hát amolyan brazilosan. Frank érkezik a szöglethez. Most mi történt? Nem mondom, őszintén nem tudom. De a lényeg az, hogy gól nem esett. Így marad az 1-1 továbbra is. A második játékrész első 5 perce után 1-1-es döntetlen. És Baranyi kapott egy óriásit, Baranyai kapott egy óriásit Da Silvától. És ez a harmadik csapat hibája volt a vendégeknek. Jenei. Jenei a lábak között Lovrencsics felé nem sikerült. Da Silva veszi át. Veszi vissza. Németh. Németh viszi el jól. Hegedűsnek kell hozzáérnie. Jenei.
Jenei és Pintér. Pintér. Elveszíti. 3-1, 2-1. De Bici, az az egy, nagyon szépen helyezkedett és megmenti a labdát. És most 2-1, Jenei pörget fölé. Jól akarta. Egymás hibáiból élnek most a csapatok, de egyikük sem tud vezetést szerezni. Jenei nagy helyzetben. Na már most több helyzete van a második félidőben. Itt az elsőben volt összesen a Gödöllőnek. De természetesen ezeket értékesíteni is kellene ahhoz, hogy megszerezzük a 3 pontot, ami szükséges az előzéshez. Remekül csúszik oda Lovrencsics. Német kezében a labda, mellette Frank. Marad az Aramisnál. Német. Középre vetesszük, Bici húzza el a lábát. Szabad rúgás. Bici kapja a sárgát, és hát egy nagyon veszélyes helyről jár szabad rúgás az Aramisnak. Na nézzük, hogy mit hoznak ki ebből a vendégek. Német. Német lövi el, és megtalálja az utat a labda a hálóba. Hát, nagyon kár érte. Német Péter, a gólszerző. 7 perc, 8 másodpercnyi játék után a második félidőben. 2-1 ezzel a vendégeknek. Ez viszont egy picit talán jót tehet a mérkőzésnek, hiszen a Gödöllő támadásra készteti, kényszeríti, és még rengeteg van hátra. Vállalniuk kell a fiúknak egy kisebb kockázatot annak érdekében, hogy megnyerjék a találkozót, de hát először természetesen ki kell egyenlíteni az állást. Na nézzük, Pintér, Lovrencsics, Bici, aki a végzetes hibát elkövette, egyelőre végzetes. Lovrencsics. Lovrencsics nagyon rosszul, Jenei mögé. Van idejük fújni a csapatoknak egy picit. Sámson hátra Németnek. Sokat van játékban, és a pályán is. Frank, Német, Frankhoz, Frank egyből. Pintér használta a fejét. Ezúttal blokkolásra. Frank, elveszítik a labdát, jöhetünk. Nagy Roli újra a pályán. Hegedűs mélázott és bizonytalankodott. Lovrencsics méltatlankodik, hogy miért nem adta neki a labdát. Most Lovrencsics is eladja. De újra miénk. Pintér, Nagy Roli, remek összjáték, ott egy kicsi hiba csúszott. Ebbe a passzba egy picit hosszabb volt, mint kell. És közben telnek a másodpercek. De még mindig rengeteg van a mérkőzésből. Több mint a negyede. Sikúr messze kint a kapujából. Túl a félpályán. Nem tudom, hogy miért vállalnak
akkor a kockázatot a vendégek. Hiszen egy gólos vezetésük tudatában Frank szépen veri meg első védőjét, Nagy Rolit, a másodikon Bicin, ezúttal nem sikerült túljutni a senkinek. És a labda is nálunk marad, Nagy Roland. Frankot küldik hátrébb. Hegedűs újra játékban. Hegedűs emeli föl, felőtlenül és pontatlanul. Pintér megmozdulását fújják le, egy kis fáziskéséssel. Így feljövünk szabálytalanságok tekintetében 3-2-re, de ebben továbbra is a vendégek vezetnek, ahogy sajnos a mérkőzésen is. A második félidő 10. percében járunk, amikor is 2-1-re vezet az Aramis Ese együttese a gödöllői Bikák ellen. A labdarúgó, illetve futszál rájátszás 5. fordulójában. Az Aramis. És közben egy friss hír, már nyilván akkor lenne igazán friss, hogyha a mérkőzést élőben közvetítenénk, de negyedszer is bajnok a Rába Eto, akik 7-2-re győztek Berettyó Újfaluban a futszál NB1 felsőházi rájátszásának mai fordulójában. Ezzel behozhatatlan matematikai előnyre tettek szert, ezzel negyedszer is bebiztosították a bajnoki címüket. Baranyai teszi vissza, Nagy Roli! Bocsánat, nem Baranyai, hanem Bici. De Nagy Roli lőtt, sajnos fölé. Még mindig nem telt el az első fele a második játék résznek, 9:54-nél jár az óra. És egy gödöllői akció maradt ki. Emberelőnyben is játszott már a csapat, az a labda kint volt. Emberelőnyben is voltunk, 2 percig nem sikerült kihasználni, és most igazán kár ez, hiszen 2-1-re az ellenfél vezet. Da Silvát gyötri meg Jakab, aki a mai meccsen még nem volt a pályán. Szóval méltatlankodik Jakabon, aki odaadta neki a labdát, ezt úgy tette, hogy beszél a fejére. Ráhelyezte a játékszert. 10 perc, 1 másodpercnél tartunk. Német veszi a szabadrúgást. Rozmán teszi át Birinyinek. Birinyihez nem jut vissza. Roli keresztbe Hegedűsnek. Szente. Jakab. Jakab újra, egy friss ember. Szente. Jakabhoz. Szépen készenítőznek Nagy Rolival. Jakab ellövi! Jól teszi. Sikúr. Szöglet. Nagy Roli. Na nézzük, Jakab talán egy új szint, új lendületet vihet a játékba. Egyelőre most elveszíti a labdát. Ez nem újdonság a mai mérkőzésen, egyik csapat részéről sem. Német. Sikúr újra kint a kapujából messzire. Fognak még faragni erre szerintem a vendégek. Da Silva próbálkozott. Eredménytelenül.
keresztbe. Kis hián elvesztettük ott a labdát. Jakab tétovázott egy picit, és le is csapott erre Korozmán Krisztián. Nem sikerült gólt szerezni a vendégeknek. Birinyi. Sámson ellövi. Hozzáért Hegedűs. Elveszíti. Sikur. Da Silva méretezte el ezt az indítást, és felrúgta a labdát a lelátóra. Vidák. Szente. Jakab. Nem jut vissza hozzá. Gödöllői elrúgás következik. Vidák nagy Roli. Az minden esetre pozitív. Most már nem tudom befejezni a mondatot, hogy a labda az ellenfél tér felén van, ezt akartam mondani. De legalább nálunk, még van sajátunkon is. Vidák hoz ki egy kötényt, Vidák! Sikur érkezett remekül. Félpályánál kiosztott egy kötényt Vidák Balázs, ám ezután a kapus remek ütemben lépett ki. Megszerezzük! Nagy Roli ellövi Vidák! Nem tudja berúgni! Da Silva pedig gyakorlatilag leszedi Korozmán fejét. Na, helyzetek most már vannak. Szép számmal. Ám gól nincs még továbbra sem Gödöllői oldalon, csak az az egyetlen, még az első félidőből Nagy Roli révén. Birinyi. Silva. Viszonylag szép játék volt, ám egy picit pontatlan. Sámson pörgetése hosszúnak bizonyult. Jenei kapja a szélén, de jól zárnak vissza. Jakab. Jakab szélesen picit. Jakab lövi el keresztbe. Jenei kerül hátra. Vidák. Tudják nagyon jól, hogy ebből baj lehet, de továbbra is három szabálytalanságnál jár mindkét csapat. Jakab, egy csel. Aztán Szente is majdnem elveszíti, Szente végül el is veszíti. Da Silvához kerül a labda. Da Silva teszi előre. Középen érkezik egy fehérmezes játékos, vigyázni kell. Da Silva jól zár vissza, viszont Vidák. Birinyi. Lövése lepattan Jeneiről. Da Silva Sámsonhoz. Sámson Korozmánnak. Korozmán Birinyihez. Da Silva háttal a kapunak. Da Silva passzol. Hú, hogy nyúlt oda Szente. De nem is kellett hozzá nyúlnia. Vidák. Jakabnak teszi előre. Jakab is kioszt egy kötényt, ebből nem lesz semmi. Jakab még mindig. Jakab lő. Jakab egy picit
egyénieskedik. Talán picit többet dajkálja a labdát, mint kellene. Jenei. Szentéhez nem jut el a labda, de marad nálunk. Érkezik a frissítés a vendégeknél. Frank. És jön 21-essel. Csopa ki is. Jakab újra egy lövés, ezúttal is mellé. Dávidnak mondják már a társak is, hogy talán többet kellene passzolni, vagy előbb. Szente kezéhez ért hozzá a labda. Oldalberúgás következik majd. Korozmán van ott és Frank Tamás. 15 percnyi játék után a második félidőben, és hát összesen már 35 perc van a hátunk mögött. 2-1-es Aramis vezetés a rájátszás 5. fordulójában. A gödöllői csapat jelen állás szerint nem tudja megszerezni első pontját vagy pontjait a rájátszásban. Jakab Dávid ellövi mellé. Vidák. Érkezik vissza a bici. Jenei teszi le. Vidák. Jenei. Jakab mozog be. Jakab kéri. Vidáknak nem adja vissza. Bicihez emeli ki. Az ott egész jó lett volna, hogyha bejön. Kim van a labda, milyen? Időkérés. Gödöllő kér időt. 4 perc, 3 másodperccel a vége előtt gödöllői időkérés. 2-1-re vezet az Aramis csapata. Ha ez maradna a végeredmény, az azt jelenti, hogy 5 meccsen áttartó nyeretlenségi sorozatban lenne a gödöllő, hiszen a rájátszásban még nem tudott győzelmet aratni. De hogy teljesen pontos legyek, mivel az alapszakasz utolsó mérkőzésén a gödöllőt a Rába Eto'o ütötte ki 10-1 arányban, így már 6 mérkőzés óta nyeretlen. Az utolsó győzelmet a csapat február 18-án hétfőn Debrecenben szerezte. Hát ennek már pontosan 2 hónapja. Azaz 60 napja. Lassan, hiszen februárban is beszélünk. Ne szépítsünk, sajnos 2 hónapja nem nyert a csapat bajnoki mérkőzésen. A mai napon kellene ezt megpróbálni. Erre 4 perce van a Bikáknak, és 2 gól választja el őket a győzelemtől, abban az esetben természetesen az Aramis többször nem talál a kapuba. Na, hát akkor most ismét láthatjuk azt, hogy Szente révén vészkapussal játszik a társaság, így 5-4 ellen ember előnyös szituációban játszhatunk. Ilyet a Szeged ellen már láthattak a kedves nézők, akik követik a közvetítéseinket. Ez természetesen kockázatos, de nyilván most a gólszerzés és a győzelem megszerzése érdekében kockáztatni kell. Az, hogy 2-1-re vagy 3-1-re kapunk kiadott esetben, majd hogy nem teljesen mindegy, sőt. De nem mindegy, hogy esetleg tudunk-e egy pontot szerezni, vagy sem. Nem kerülünk közelebb. Továbbra is itt vagyunk 12-13 méteren. Szente kapkodja el. De megtartjuk a labdát. Most kirohannak egy picit az Aramis játékosai.
bici, nagy, újra bici, tanácstalanságot érzek a gödöllői oldalon. Lekerült most a labda egészen Vidákig, nem lett belőle semmi. Az óra viszont megy. Lassan elérjük a 2 percet. Jenei, nagy. Tulajdonképpen semmi nem történik, csak adogatjuk a labdát, de igazából nem érzem azt, hogy veszélyesek lehetnénk a kapura. Remekül védekeznek. Na, most egy lövés. Viszonylag gyenge volt. Szöglet következhet. 2 perc, 5 másodperccel a vége előtt. 2-1-es hátrányban a csapat. És emberelőnyös szituációban játszik, miután Szentén a megkülönböztető vészkapus Mez. Vidák nagyon szépen csinálta meg. Egy egész pályás kísérlet mellé megy. Áll az óra, 18-15. Hát helyzetecskéig jutottunk el sajnos. Szente hozza játékba. És az Áramis játékosai egész pályás letámadást alkalmaznak. Szente úszott meg, Szente nem kapja. Most kellene kihasználni, hogy kinyíltak egy picit, de újra visszaállnak. Jenei. Jenei keresztbe! Na, hozzáérte Nagy Roli feje, nem ért hozzá. 18-40, 1 perc, 20 másodperc van hátra. Bici. Nagy Roland. Da Silva, Frank, nem Frank, bocsánat, Birinyi. Lelőtte az egyik reflektort, armatúrát. Marad nálunk a labda, 1 perc, 3 másodperc van a végéig. Gólt kellene lőni, a pontszerzéshez gólt kell. Jakab följön és ellövi, emberelőnyös szituációban. Egy picit őzően játszik Jakab. Jakab lövi el. Sikur kitette magának, megpróbált egy gólt lőni. 39 másodperc van a végéig. Újra jöhetünk. Emberelőnyben tehát az utolsó 2 percet emberelőnyben játsszuk. És itt van vége a találkozónak. Ebben a pillanatban 19 perc 34 másodpercnél. Németh Péter 4-essel megszerzi saját maga második gólját. És ezzel 3-1-re módosítja az állást, és tulajdonképpen megnyeri a találkozót az Aramis. Még akár eshet egy gól, de 2 biztosan nem. Da Silva szépen megtartja, nem forszírozza a támadást. Okosan teszi ezt, hátragurít, most egy picit jönnek előre. Egy visszapasszal akár még gólt is szerezhettek volna. 6 másodperccel a vége előtt. Én már bátran kijelenthetem, hogy az Aramis megnyeri a találkozót. Méghozzá 3-1 arányban. Igaz, van még hátra 1 másodperc a rendes játékidőből. Sajnos azt kell, hogy mondjam, megérdemelten győz az Aramis. Az első félidőben a védekezés dominált. Találtunk egy gólt, a vendégek szépen kidolgoztak egy akciót. A második játék részben pedig nem tudtuk az emberelőnyt kétszer sem kihasználni és a magunk javára fordítani. Így 3-1 arányban az Aramis Ese megnyeri a találkozót, ezzel stabilizálja a harmadik helyét a bajnokságban. A Gödöllő továbbra is 38 pontos, és egyelőre nyeretlen a rájátszásban.
Én köszönöm szépen a figyelmüket, a mai futsal mérkőzés végeredményével búcsúzom. Gödöllői Bikák, Aramis Ese 1-3, Szabados Istvánt hallották.